Idén is megválasztják Debrecen város borait. Az első körös tesztelésen 15 borvidék 86 pincészetének 426 borát bírálta el a borakadémikusokból, szomeliékből és borászokból álló zsűri. A szűkített mezőnyből, ami 96 tételt jelent, kerül ki a végső győztes 7 bor, ami viselheti a megtisztelő címet. Miért fontos ez a borbírálat? Milyen minőséget képviselnek a második körbe jutott italok? A rendezvény hogyan segíti a hazai borkultúra fejlődését? Aki elmondja, Kovács Pál, a versenybizottság elnöke, a Magyar Borakadémia rendes tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát egy igényes szakmai magazin szerkesztője is most már több mint egy évtizede. Igen, hát tulajdonképpen az egész folyamatnak, amiről beszélünk, ennek az újság az alapja tulajdonképpen, amit 11 évvel ezelőtt alapítottunk, és az előbb beszélgettünk róla, hogy ez talán világrekord, hogy azonos szerkesztőséggel azóta is folyamatosan ugyanaz a csapat készíti az újságot. Szerettük volna bemutatni Debrecennek és Debrecen környékén azt a borkultúrát, amire ez a város predesztinálva van, mert hogy a középkorban azért 16.-17. században Debrecen város nagyon komoly borászati életet élt, készítették a bort, a civisek árulták, itták, szerették, tehát nem volt ezzel semmi probléma. Hát aztán volt egy időszak, amikor kiestünk, és azért a 2000 után itt eléggé lentről kellett kezdeni, ha szabad ilyen vulgáris kifejezéssel élnem. Hát nem volt magas a borkultúra, finoman szóval. Igen, de hál' Istennek az elmúlt 20 évben óriási fejlődésen ment keresztül a város, és talán nagyon pici kis hangyányi segítséget mi is adtunk ehhez ezzel az újsággal többek között. 2015 a dátum, akkor volt először városbora. Ha visszaemlékszik arra, milyen volt akkor az érdeklődés, és mivé, hová nőtte ki magát mostanra ez a rendezvény? Az ötlet tulajdonképpen a szerkesztőségünkben született meg, aminek nagyon nagy támogatóját találtuk Pap László személyében, aki az első pillanattól kezdve érezte, hogy ez lehet egy olyan kitörési pont, ami a város is felteszi a bor térképre Magyarországon. Azonnal mellénk állt, és az első évben is már nagyon komoly segítséget kaptunk, és érdeklődés is volt. Akkor őszintén meg kell mondani, hogy akkor a kiválasztás az újság szerkesztőségére lett bízva abban az évben. Utána kezdtünk kiépíteni egy válogatási rendszert, ami mostanra csúcsúszódott ki tulajdonképpen az az eljárási rendszer, amiről már itt a bevezetőben is szó volt. 426 tétel, és ugye ez szűkült a második körre. Ezt még elképzelni is nehéz. Hát igen, de ez egy éves munka. Tehát egy éven keresztül a szerkesztőségben, a lapszámokban megjelenítjük azokat a mintákat, amelyeket a szerkesztőségbe behívott különböző borászati és egyéb borszakírók, szomelék közösen tesztelünk le, amiből kiválasztjuk azt a 20 legjobb borászatot, akit később minden év végén Debreceni Bormustra néven rendezett, most már hagyományos rendezvényünkre hívunk meg, és a város vezetőségével karöltve döntöttük úgy, hogy ők lesznek azok a borászatok, akiket a város bora versenyére fogunk meghívni. Tehát kvázi már ez egy kiemelés, egy megtiszteltetés az, hogy őket kiválasztjuk egy nagyobb csoportból. Milyen fajta típusú borokat választanak? Először, amikor elindítottuk ezt az egész folyamatot, akkor úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen ahogy az országban máshol is csinálnak, hogy van egy fehér bor, valakinek a fehér bora, meg valaminek a fehér bora, tehát van a Magyar Bor Akadémiának, van Budapest városnak, meg van Pécsnek, tehát sok mindenkinek van, Pécsi Egyetemnek is van. Egy vörös, mi is így indultunk el, és aztán egy idő után rájöttünk, hogy ez igazából nem prezentálja igazán azt a bor minőséget, ami Magyarországon elérhető, mert nagyon szép borok vannak minden kategóriában, és hát nem mindegy, hogy most klasszikus fehérborról beszélünk, vagy prémium vörösborról, vagy nehogy Isten valamilyen fantasztikus édesborról.
És akkor jött az az ötlet, hogy próbáljunk meg egy olyan borsort kiválasztani Debrecen város bora néven, ami egy teljes menüsort le tud fedni, tehát egy vacsorát. És ekkor ültünk le, és gondoltuk végig. A kérdés nyilván az volt, hogy tudunk-e akkorát meríteni, hogy ebből egy tényleg egy minőségi borsó legyen. Nem akarok szerénytelennek tűnni, de az elmúlt években sikerült, hál' Istennek, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ebben az évben is sikerülni fog. A tavalyi borsorunk óriási sikereket ért el, a Visit Debrecen támogatásával természetesen, mert ők itt vannak a hátunk mögött, és sokban támogatnak meg. De például ők azok, akik az elmúlt év rendezvényein ezeket a borokat megjelenítették a nagy közönségnek, a Boris Jazz napokon, a Gurmi Fesztiválon, de egyébként a Tourinform Visit Debrecen helységében is elérhetők ezek a borok is, és nagyon szépen fogytak, nagyon jó visszahang volt a fogyasztók részéről, tényleg nagyon elégedettek voltunk ezzel a részével a dolognak. Hát a másikkal kevésbé, ugye, mert amit megcéloztunk, hogy a gasztronómiai oldaláról is próbáljuk ezt az egész tevékenységet egy kicsit kiszélesíteni a fogyasztók irányába. Ez sajnos a jelenlegi helyzet egy kicsit... A pandémia közbeszólt. Közbeszólt is, és hátráltatott bennünket. Most nagyon bízunk-e, hogy ebben az évben fog sikerülni. Természetesen voltak próbálkozásainkkal, az Ikonnal is nagyon jó együtt tudtunk működni, meg az elmúlt évben is Debrecen városában nagyon sok étteremben ott voltak ezek a borok, de szerintem is ezt még lehet jobban is csinálni, és ezen fogunk dolgozni ebben az évben. Az elmúlt években egy újabb résztvevővel gyarapodott ez a bizonyos hetes sor, pezsgők is vannak most már. Igen, hát ugye a debreceni borozó folyamatosan ott van a piacon, folyamatosan figyeljük a mozgásokat, a trendeket. Az elmúlt 11 néhány évben nagyon sok új trend jelent meg. Először csak a rozé borok, aztán megjelentek a nagyon kedvelt, illatos fehér borok, aztán megjelentek a habzó borok, aztán megjelentek a pezsgők, és hát ezeket mi mindig próbáljuk egy kicsit úgy vizsgálni, úgy felfedezni, vagy bemutatni a közönségnek, hogy ők is ismerkedjenek meg ezekkel a dolgokkal. Én azt gondolom, hogy a pezsgő méltatlanul háttérbe volt szorítva nagyon sokáig, mert úgy gondoltuk, hogy ez tulajdonképpen évvégi, meg tudom én, szilveszteri ital. Ugye megnéztük, hogy a 95-ös törlei statisztika szerint a forgalmunknak a nagyjából a 70%-át decemberben folytatták le, és hát arra jöttünk rá, hogy igen, a pezsgő az egy nagyon kellemes ital, és nagyon jó használható. Tulajdonképpen majdnem minden ételhez párosítható, nagyon kellemes köszöntőital, nagyon kellemes üdítőital, nagyon jót lehet beszélgetni pezsgők. Én nagyon szívesen kocintanék itt is egy pohár pezsgővel. Kitesszük a megfelelő karikát, és erre lehetőség lehet. Elnök úr, azt hogy kérdezzem még meg, hogy a hét tételsor, a győzteseket ugye vakkóstolással... Abszolút vakkóstolással. Tudjuk meg, vagy dönt a zsűri. Mikor derül ez ki, hogy kik viselhetik ezt a bizonyos megtisztelő címet? Hát most én fogom tudni délután, de természetesen a város vezetésével közösen megállapított időpont, ha jól emlékszem, jövő hét. Péntek, február 11-én lesz a hivatalos bejelentése annak, hogy a hét kategóriában melyek azok a borok, amelyek elnyerték Debrecen városborának a címét. Végezetül, hagyd kérdezzek még egyet. Városmarketing értékben, régió értékben mit jelent, mekkora rangot jelent az, hogy egy tétel elmondhatja magáról, hogy Debrecen városbora? Hát mi? Mik a visszajelzések? Debrecen az ország második legnagyobb városa, és hál' Istennek nagyon komoly egyetemista réteg van a városban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Debrecen városában a borkultúra nagyon folyamatosan és nagyon is folyamatosan növekszik,
bővül, nagyon-nagyon nagy érdeklődések vannak. A különböző rendezvényeinken is nagy az érdeklődés, tehát látjuk, nagyon sok fiatal jelent meg. Mi úgy érzékeljük a szerkesztőségen belül is, sokat beszélgetünk erről, hogy a fiatalok körében is kezd egy ilyen picit divatossá válni, hogy bort iszunk. Mert ez egy kicsit szakrális ital tulajdonképpen, és ha az ember jól figyel rá, akkor nagyon-nagyon sok örömet tud szerezni az embernek a bor. Kovács Pál, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.